like people like you. Crazy people like things you do when we are under the moon. The moon above, you got me acting just like a loon. It must be love. Lovebirds of a feather always flock together. It's an old, old custom of the heart that keeps folks from drifting apart. Now that's the reason, maybe, that I call you baby. We're each other's counterpart. Fa-la-da-da-da-da-da-da-da-da. Crazy people, crazy people, crazy people, crazy people. Crazy people like me go crazy over people like you. Wow, goofy people, daffy people, daffy people, daffy people like me go crazy over things you do. Wow, don't mind if I rave a lot, sweet angel child, it's just a habit I've got. You drive me wild. Crazy people, daffy people, daffy people, daffy people like me go crazy over people like you. Wow, don't mind if I rave a lot, sweet angel child, it's just a habit I've got. You drive me wild. Crazy people, daffy people, daffy people, daffy people like me go crazy over people like you. Wow, wow. Köszöntöm kedves nézőinket, ez a Heti TV Pirkadat című műsor, és megint egy kis jazzzel kezdünk, és nem is akárki, mert nagyon kedves fiatal, szép hölgyel, aki jazzénekesnő. Nagy Lilit köszöntöm a stúdióban, és valamikor egyik csatornán láttam egy régi felvételt a Balogh Tomival, és egy gitáros fiúval egész modern zenét játszatok. Emlékszel arra a felvételre? Igen, még jó rég volt, de igen, igen, emlékszem. Az a zenekar már nincs meg. Most már nincsen, nincs. És amit most hallottunk, ez a Vintage Doll volt, igen. Ez a fő produkciód, ugye? Így van. Mesélj erről egy kicsit, légy szíves. Ez a zenekar a szívem csücske, mindannyiunk szívünk csücske. Hárman énekesnők alapítottuk ezt a zenekart, Munkácsi Eszti és Szász Ágnes a mellettem látható két hölgy. 2017-ben, ha jól emlékszem, akkor találkoztunk. Sárik Péter, kiváló zongoraművész hívott meg minket egy koncertre. Akkor még külön-külön friss énekesnőkként léptünk fel, és úgy összebarátkoztunk, meg olyan jól működött köztünk a kémia, ha szabad így mondani, hogy már azon a koncerten elénekeltünk együtt egy ilyen régi stílusú dalt. Eszti talált a fiókjában egy ilyen Boswell Sisters dalt, és akkor ezt kitaláltuk, hogy hát ha hárman vagyunk, akkor valamit csak énekeljünk hárman, és akkor a sikere lett, hogy úgy döntöttünk, hogy na jó, ezt muszáj folytatni, igen. Olvastam, és nagyon profi módon küldtél egy ilyen életrajzot magadról, rezümét, ami nem is olyan rövid, és rengeteg dolgot tartalmaz, vidéki kislány vagy, hölgy vagy, Hódmezővásárhelyen voltam, és itt megütött a van itt kb. 8 databoly, hogy hol tanultál, ezt most nem sorolom el végig, de van itt egy olyan, hogy fuvós tanszak. Az mit jelent? Bizony. Furuján kezdtem, majd klarinéton, Zoltán Péter kiváló tanár úrtól tanultam. 8 évig klarinéton. De az jó dolog, ha az ember egy kicsit a hangszeres, nyilván zongorázol is, ugye? Igen, azt is. A jazz az hogy fogott meg, és mi volt az a pillanat, amikor ez a nagyszerű műfaj felé fordultál? Arra emlékszem, hogy egy filmet néztem, már nem tudom, hogy mit, de egy dal volt ebben a filmben, az In a Sentimental Mood, John Coltrane és Duke Ellington szerzeménye, ugye? Na és akkor ott még nem tudtam, hogy ez micsoda, de azt tudtam, hogy ez nagyon tetszik. És így igazából elkezdtem utána keresgélni, aztán szépen az élet úgy rendezte a dolgokat, hogy végül a jazz tanszakon kötöttem ki a Kodolányi János Kodolányi, a Kodolányi, igen, Székesfehérváron. Egy picikét pár mondatban, vagy ötbe, vagy hatba, vagy még többen, mondd el, légy szíves, mit kell tudni rólad? Azt már tudjuk, hogy Hódmezővásárhelyi. Igen. De
Hát ez a szokásos sztori, hogy, hogy ezer éve kisgyerekkorom óta énekelgettem, meg imádtam énekelni, aztán a népdalok világába belecsöppentem. Általános iskolában sok versenyen is szerepeltem, tehát már egész fiatal korom óta színpadon vagyok, ha szabad így mondani, és aztán szépen az élet vezetett. De azért idáig. Bővebben, hogy hova, hova jártál, kinért, mondjuk el lehet olvasni, de most a nézőknek, nem akartam, igen, a nézőknek is mondjuk el, jó, hogy... A Liszt-Ferenc Énekzenei Általános Iskolába jártam ott Hódmezővásárhelyen, tehát már ott elindult ez a zenei tanulmány, és utána teljesen más irányba kezdtem el középiskolát, speciális angol tagozaton. Majd utána jött a Kodolányi. De igazából mindig ott volt az a zene, meg az éneklés, egész fiatal korom óta tanultam már magánének tanszakon, Vásárhelyen, a de Szegedi most, Nemzeti láttam, Színház. Jól láttam valamilyen szervezést, vagy egyetem, melyik egyetemmel jársz? Ja, igen, volt egy ilyen kis kikacsintásom, hogy az ELTE-n elkezdtem, igen, 2018-ban egy fél évet közösségszervezés szakon. Aztán éreztem, hogy ez nem az én irányom, meg akkor az élet nagyon sok minden mást is hozott, elkezdtem tanítani több iskolában, és akkor sok volt egy picit, aztán azt úgy abba hagytam. De azt tudod, hogy, és ezt mondtad itt az elején, hogy saját magatok szervezitek. Tehát nagyon fontos ebben a műfajban, a jazzben, hogy az ember tudjon egy kicsit szervezni, aki saját elképzeléseit, vagy saját zenekarát meg akarja valósítani, manifestálni akarja, annak bizony kicsit kell foglalkozni a szervezéssel. Hogy van ez például ebben a énektrióban? Hát a lányoknál nagy mákunk van, mert ugye, hogy három csajszi, azért ott elég komolyan irányítás alatt vannak a dolgok. Ott már nem is nem volt ezzel soha probléma. Valahogy olyan nagyon könnyedén működött minden, megbeszéltük, hogy kinek mi a feladata. Igaz, keresünk, tehát mindig kerestünk valakit, aki úgy leveszi ezt a terhet a vállunkra, és akkor nekünk csak énekelni kell. De valahogy nem találtuk még meg azt az embert, meg úgy rá is éreztünk aztán, hogy működik, hogy kell ezt intézni. És így, hogy mindenkinek van egy-egy feladata, például az Eszti a zenekari részt intézi, a hangszereléseket, a szólamokat leírja, a próbákon ők irányítják úgymond a zenekart, Eszter és Illés a párja, ő a gitárosunk. Vagyis most már férje, bocsánat, nemrég volt az esküvő, úgyhogy most már figyelni kell, mit mondok. Én például a média részt irányítom, a közösségi oldalakon, amik megjelennek, azok az én írásaim, az e-maileket én intézem. Volt tehát, valamilyen példakép, amikor ezt a triót, azt elmondtad, hogy szinte véletlenszerűen találkoztatok, de próbáltok nem is utánozni valakit, hanem volt-e példakép, aki ilyen... Igen, az inspiráció, az Andrew Sisters és a Bose Fest Sisters, hogy az 1930-as, 40-es évek. Férfiak is vannak, igen. Vannak férfi triók is, igen, igen egyébként. Ez nagy divat volt abban a korban. Igen, ez nem a 40-es éve, ugye? Swing zenéje. Igen, tehát mindenhol ezek a triók működtek. Más fajta zenét is csinálsz, vagy csináltál, kicsit modernebbet. Ezek most élnek, vagy hogy van ez most? Jelenleg a Vintage Dolls a fő vonal, igen, a fő irány, de azt beszéltük a lányokkal, hogy azért nem szabjuk ezt meg ennyire konkrétan, mindenki azért a saját más fajta stílust is folytatja, amellett, hogy működik a Vintage Dolls. Úgyhogy így indult nekem is a Lilin elnevezés, ugye a nevemből, a nagy Lili Lilin, egy ilyen saját szerzeményekből álló repertoár kialakult, a párommal együtt írjuk a dalokat. Ez ennek hogy apostrofálnád, milyen stílusú zene ez? Nem is tudom. Modern, az modern, biztos. Igen, tehát egy picit ilyen, mint ami én vagyok, hogy olyan sokféle ide-oda nyúlok, de valahogy ebből áll össze egy egész, hogy egy pici jazz, egy pici soul, R&B, populáris vonal, és akkor picit ilyen, ebből, picit abból. Azt mondják erre, hogy ilyen fiatalos. Hát de... igen, kicsit ilyen útkeresgélős még, ezt is szokták. Igen. Tudod, mit szeret még elmondanál? Azt olvastam, hogy nagyszerű tanáraid voltak azokról pár szót, illetve csak, hogy említsük meg őket, hiszen nagyszerű. Valóban, igen, érdekes, hogy vannak, akiknek egy mesterük van az életük folyamán, de nekem szinte minden évben volt egy másik tanítványom, vagy tanárom, de emiatt gondolom azt, hogy mindenkitől a legjobbat el tudtam venni, és akkor így állt össze a nagy Lili. Kezdtem, ahogy el is kezdtem mondani, hogy Hódmezővásárhelyen a Szegedi Nemzeti Színház nagyszerű tanáraitól tanultam, Kónya Krisztina és Károly Favi Krisztina személyében. Aztán, ahogy elkerültem Székesfehérvárra, ott Téli Barna volt első évben az énektanár.
majd őt váltotta Kazai Ágnes, ott egy picit ilyen jazz vonalon indultunk el, és Vörös Janka is tanított nagyszerű még. Nagyszerű jazz énekesnő, és írtad a önéletrajzodban, hogy nagyon szeretnéd tanítani, és ez nagy, inspirált téged, hogy hogyan és mi módon lehetne átadni a tudásokat. Meg sőt, már igazából gyakorlom is ezt. Igen, már most 2017-ben volt az első év, hogy elkezdtem itt Pesten tanítani. Hol? Akkor még a KTM, így nevezik, képesség és tehetségfejlesztő magániskola, magánzenei iskola. És éneket? Éneket jazz éneket, vagy minden? Magánéneket akkor még, mert picik voltak a tehát gyerekek. Tehát technikát meg mindenféle. Így van, igen. És most már szerencsére a jazz az irány, tehát azt, ezt a vonalat tudom Székesfehérváron a Hangszíntér Művészeti Iskola keretein belül az tanítani. Az a Vörös Tomi féle. Így van, igen, igen. Igen. De jó, összeérnek a szállnak. Mindig. Lassan véget érünk, mert egy picit azért abból a modern dologból majd lejátszunk a végére, de még a jövőbeni terveidről egy picit mondjuk pár mondatot, jó, vagy a közeli terveidről, vagy a távolabbi. Hát most érdekes ugye a tervekről beszélni, mert ki tudja, mit hoz a jövő. Tervezni nagyon lehet. Tervezni az szabad, persze. Szeretnék nagyon egy lemezt kiadni ezekből a saját dalokból, úgyhogy most ez a fő. Egyébként a Vintage Dolls-szal is van, nem árulok el nagy titkot, elkezdtünk, már fel is van véve a lemez, csak megakadt a kiadásban, úgyhogy most még várjuk a pillanatot. Miért akadt meg? Ugye nincsenek koncertek, nincsenek bevételek, most felvettük már az anyagot, most már a kiadásra következik. Kell valami jó szponzort. Igen. Mi nem olyan egyszerű. Keressük. Nagy Lili volt a vendégem, jazz énekesnő. Nagyon szépen köszönöm, hogy jó. Itt voltál, jó köszönöm volt. Köszönöm a meghívást. És akkor a végén lejátszuk a Lilin Oh My, I Hope, ezt segíti. Oh My, igen. Oh, de my akkor és I Hope. El van. Elírták. Elírta. Na, te írtad el. Én írtam el. Jó, nem baj. Köszönöm szépen, hogy köszönöm. Itt voltál. Hey, people of the earth, find treasures in the world. Clean up your mind, take a break. Go outside and feel great. Nature's such a wonderful place. Let the rain fall into your face. Listen to the sound of the world. Things turn out so wrong.